Nemrégiben ünnepelte a Dunavarsányi Református Közösség fennállásának 100 éves évfordulóját. A nagy alkalomból rendezett ünnepi istentiszteleten sok vendég és érdeklődő is részt vett. Az emlékezést a múltat felelevenítő beszédek mellett egy fotókiállítás is segítette, mely hűen mutatta be a régi idők eseményeit és a fejlődés útját. Úrasztali terítőnk, nem volt úrasztalunk, nem volt templomunk, de házaknál tartották az istentiszteleket, mint az ősegyházba, nagyon dicséretes módon, 1915-ből való. Ugyanebből az évből való keresztelőedényünk, ugyanebből az évből való az úrvacsorai kelyhünk, tehát kézzel fogható jelei vannak, hogy létezett a gyülekezet, és intenzív, amennyire lehet mondani, aktív gyülekezeti életet élt, ahogy mondtam, először házaknál, aztán én gondolom, hogy a 20-as évek közepétől kezdve, igen, a 20-as évek közepétől kezdve az iskolában, akkor egy darab ilyen elemi iskola volt, aminek az udvarán föl is állították a reformátusok a harangjukat. Tehát itt még talán élnek olyan emberek, akik a 40-es, 50-es években az iskolában házasodtak, vagy kötöttek házasságot. Szóval a harang ott szólt, és ott volt rendszeres istentisztelet. 58-ban egy hát templomnak alig nevezhető, de hát imaháznak mondható gyülekezeti terem épült föl, és onnantól kezdve mondhatjuk akkor azt, hogy van templomunk, a haranglábat áttették erre a területre, aztán irodát építettek hozzá, aztán egy kisebb fűthető gyülekezeti termet, a 70-es években parókia épült, aztán a 80-as években torony épült, aztán a parókia bővült, aztán ifjúsági ház, cserkészház néven épült. Szóval állandóan ez alatt a 100 év alatt mondhatom azt, hogy lelkileg is és fizikailag is építkeztünk oda, hogy immáron ugye ez a ház reprezentálja az Úrnak az áldását, hogy a fáradtságunk nem volt hiába való. A gyülekezet úgy jött létre, amikor már viszonylag önálló gyülekezet volt, önálló lelkipásztorral, bár nem lakott itt lelkész még a kezdeti időkben, de önálló presbitériummal, hogy Dunaharaszti Fiók Egyháza vagy Leány Egyháza volt Dunavarsány, és Kiskolacháza, Leány Egyháza vagy Fiók Egyháza volt Délegyháza. És akkor az 50-es években született az a döntés, hogy a kettőből jöjjön létre egy gyülekezet, és azt próbálja fönntartani önmagát, és hát akkor ez tulajdonképpen egy jó 40-valahány évig, vagy talán 50 évig is eltartott, így van, vagy igen, hát 50-valahány évig eltartott, és ez alatt épült Varsányban is a templom, még az 50-es évig, ahogy mondtam, Délegyházán a 90-es években épült templom, aztán Délegyházán parókiát is építettünk, most már a 21. században, és eljött az idő 2015 végére, hogy ott önálló gyülekezetet hoztunk létre, és hogyha szabad az Úrban dicsekednem, akkor ez egy nagy élmény egy lelkész számára, hogy a szorvány nem elsorvadt, hanem önállóvá nőtte ki magát, és ott egy fiatal lelkipásztor megkezdte a szolgálatot. Tehát a tavalyi esztendőnek az ünnepsége az egyrészt egy 100 éves misszióra tekintett vissza, valamint megünnepelte októberben azt az időszakot, azt a 10 hónapot, amikor immáron Dunavarsányi Református Egyházként Délegyházától függetlenül és minden mástól függetlenül végezte a szolgálatot. Kerültünk mi ide, hogy én nekem mindig volt egyfajta vagy egyházi, vagy ilyen félegyházi, vagy egészen világiasnak tűnő állásom. Az első 10 esztendőben pedig 3 évente születtek a gyermekeink, tehát lehet mondani, hogy a feleségem mint egy félállásban volt az áldott állapotai sorozatából következően, én pedig félállásban voltam az ambícióm kapcsán, hogy amikor én hazajöttem a hivatalból, akkor általában vasárnap én prédikáltam, úgy intéztem az életemet, hogy a temetéseket én végezzem, a feleségem pedig a hitoktatást. És akkor ahogy telt múlt az idő,
egyre többet vett át a feleségem, hogy a gyerekek nőttek, én nekem meg egyre felelősségteljesebb állásaim voltak, akár a református zsinatirodán, akár az ökumenikus tanácsban, több mint egy évtizeden, vagy másfél évtizeden keresztül. Tehát sok minden egyetemen tanítottam, aztán egy kicsit ugye a helyi politizálásban, megyei szinten, helyi szinten is belekósoltam, aztán kormánytisztviselő is voltam egy cikluson keresztül. Szóval ezekbe az időkbe azért a hétköznapi igazi lelkipásztori munkát a feleségem végezte. Ami leginkább a legszebb része az, amit én tulajdonképpen sosem csináltam, hogy elindul a boltba, és az 200 méterre van, és 2 órán keresztül megy ez, mert ezzel beszélget, azzal beszélget, és én sose tudtam olyat mondani, amit ő már régen ne tudott volna a falval kapcsolatban, akármilyen szolgálati, vagy kvázi pletykás hírrel mentem az, mindent jobban tudott. Én inkább a konkrét szolgálatokat végeztem, a menedzsmentet, az építkezéseket a későbbi időkben, ugye a pályázatokat, a PR tevékenységet, és a vasárnapi igehirdetést, ami a szívemhez egyébként legközelebb áll. És ő pedig sokkal inkább a hitoktatás és ez a személyes kapcsolattartás. És ez így komplementáris módon szerintem nagyon, nagyon jól működött. Gyülekezeti élet aktív, azt szeretnék egy látványosabb missziós sikereket elérni, szeretnénk több embert megérinteni, de hát nem gondoljuk, hogy mindent nekünk kell elvégezni. Arra is gondolunk, hogy paradigmaváltás is szükséges a világba. Én már nem tudok paradigmát váltani saját magamba, tehát felteszem, hogy néhány éven belül egy új lelkész jön, és mindarra, amit mi itt közel 4 évtized alatt építettünk, és a gyülekezet az elmúlt 100 évben építkezett, mindaz jó alapnak, vagy talán többnek is, mint alapnak, jó felépítménynek tud tekinteni, és arra tud tovább építkezni, és a kornak a szellemében és a stílusában, a kiscsoportos foglalkozásokkal, az infokommunikációs PR eszközöknek az intenzívebb és hatékonyabb bevetésével, és sok minden, amit én nem is tudok, bizonyára az fogja végezni a munkáját, és ne feledkezzünk meg, hogy mi egy szent dolognak gondoljuk azt, amit végzünk. Emberi ambíció kell hozzá, nyilvánvalóan lelkipásztori ambíció kell hozzá, presbiteri gyülekezeti tagi ambíció kell hozzá, de hát én gondolom, hogy emberi a munka, és isteni az áldás, és hát az áldások sorában most itt tartunk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és ezen az ünnepségen ezért adtunk hálát. Mindig nagyot mertem álmodni, és amikor kész volt, akkor például ezzel a házzal kapcsolatban, amit ugye többféleképpen már ismer az a közönség, aki nézi ezt a tévét, mostanában szinte minden nap, amikor reggelben jövök, azt mondom, hogy mertem én ebbe belekezdeni, és akár technikailag, akár anyagilag, akár a fenntartás illetően, és szépen működik. És mondok egy például a toronyépítésben a 80-as évek elején kezdtünk bele, és az a politikai millió nem olyan volt, és akkor az akkori tanácselnöknek a lánya hozzám járt angol korrepetálásra, és az sikeres volt ráadásul, nem tudom, jó jeggyel leérettségizett, és én ezeket így utólag gondolom, megint az emberi részét mondva, hogy
hogy akkor beadtam a toronyépítés, az építési engedélyt, akkor még volt egyházügyi hivatal. Az kijött környezettanulmányra az elvtársakat megkérdezni, hogy én rendes ember vagyok, vagy nem. És akkor persze a tanácselnöknő azt tudta mondani, hogy hát a lányomat ő segítette át az érettségén. És hát ilyen dolgok, tehát amikkel én előálltam, most a legutolsó ilyen szabad ilyet mondani, egy ilyen vakmerő, amiben benne van a vakság is, meg a bátorság is, vakmerő dolog az, hogy Délegyháza legyen önálló. És belekezdtünk a parókia építésbe, és a templom látogatás kétszeresére nőtt az új lelkésszel. Ez engem örömmel tölt el, ezt akartam, és nem azért, mert ő jobb lelkész, hanem azért, mert a fiatal lelkésznek új ötletekkel, új kapcsolatokkal, ráadásul ott lakik, éjjel-nappal elérhető, jól működik a dolog, gyerekmunkát, korcsoportosan, gyerekeken belül korcsoportosan, felnőtteken belül több csoportban végz, amit én innen nem tudtam. Próbáltam minden duplán csinálni, de nem, azért nem sikerült. Na, szóval a lényeg az, hogy az ember sose felejtse ki a terveiből, a dolgaiból a Jóistennek a kegyelmét. És kérje azt, hogy a Jóisten építsen falat a léptei elé, ha azok rossz irányba mennek. És kérje azt, hogy nyisson kaput, amikor jó irányba próbál elindulni. És hát én nem tudom, most a falakra nem nagyon emlékszem, biztos voltak, de én nekem nem kellett csalódni, és az adott, hogy mondjam, a józan ésszel, racionalitással kikalkulálható, bemérhető lehetőségeknek én mindig a többszörösét céloztam meg, és hát az lett belőle, ami lett. Az Úrnak legyen dicsőség.